A Baksi Kuckó biztos kezdett gyerekház elmúlt időszakban lezajlott eseményeiről készített összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. A Baksi Kuckó biztos kezdett gyerekház több rendezvénnyel is készült, a kisgyermekeket nevelő családok, óvodáskorú gyermekek és felnőtt érdeklődők számára egy projekt keretein belül. A nyár folyamán tartották meg első rendezvényüket, ahol a település polgármestere Búza Zsolt köszöntötte a gyerekeket és a szüleiket. Nagy tisztelettel köszöntöm valamennyiüket, elsősorban köszöntöm a másfél éves kortól fölfele lévő baksi gyerekeket, illetve nagy tisztelettel köszöntöm azokat a szülőket is, akik nem csak erre az alkalomra, hanem rendszeresen beszokták hozni ebbe az intézménybe a gyermeküket. Nagy öröm a számomra az, hogy egy ilyen intézményt tudtunk létrehozni, mert tulajdonképpen ez arról szól, hogy szülői felügyelet mellett hogyan tudjuk beintegrálni a gyerekeket a közösségbe. Gondolok itt akár a bölcsödére, gondolok itt akár az ódára, és az a nagyszerű dolog ebben az intézményben az, hogy a szülők is együtt lehetnek ezeken a napokon a gyermekekkel, amikor behozzák ebbe az intézménybe a gyermeküket. Nagyon nagy öröm számomra, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett ez a projekt, mégpedig ismét egy családi napot, de mondhatom azt, hogyha így körbenézek, tulajdonképpen gyereknapot tartunk a mai napon, igaz, mert rátüsszentett az egyik gyermek, és annak különösen örülök, hogy ennyi ifjú gyermeket látok ezen a napon, és talán egy pici megnyugvással is tölt el ez a történet, hiszen azt gondolom, hogy a népesség befolyását tulajdonképpen egy picit tudjuk normalizálni, illetve nem fogyó, hanem legalább stagnáló közösség vagyunk, de én arra biztatom a fiatal szülőket, akik ott a kamera mögött ülnek, hogy ha belehúznak, akkor talán még közösséget tudjuk gyarapítani létszámmal is, úgyhogy hajrá fiatalok, hajrá ifjú szülők, lehet gyakorolni a közeljövőben. Kedves gyerekek, én azt gondolom, hogy a mai naphoz minden adva van ahhoz, hogy jól érezzétek magatokat. Én azt hiszem, hogyha körülnézek, hogy az intézmény dolgozói és a szülők és azok a segítségek, gondolok itt akár a diákmunkásokra is, akiknek külön köszönöm, hogy segítkeznek ebben a mai napban. Sokat tettek azért, hogy ma jól érezzétek magatokat. Ma tartalmas nap vár rátok, hiszen gondolok itt a zenei bemutatóra, táncos bemutatóra, ha a kamera mögé nézek, akkor van ugrálóvár, trambulin, és én úgy tudom, hogy a közösségi ház munkatársai a legvégén egy picit kedveskedni is fognak nektek, úgyhogy én azt kívánom a mai napra, hogy érezzétek jól magatokat, a szülőknek pedig azt kívánom, és azt kérném a szülőktől, hogy igenis használják ki ezt a közösségi helyszínt, használják ki a biztos kezdett gyerekházat, terheljék a kollégáimat, hiszen jól terhelhetők, és azt várják, hogy önök minél többen legyenek itt, hiszen abszolút alkalmas a közösségi életre ez a ház, és a közeljövőben is szeretnénk fönntartani, hiszen azt gondolom, amikor a bölcsödétől is némelyek óvakodtak, hogy kell-e Baksa bölcsöde, az is bebizonyította, hogy van létjogosultsága, és én úgy hiszem, hogy most már a projekt két év elteltével hiszem azt, és bebizonyosodott az, hogy a biztos kezdett gyerekházra is van igény, és hogy ezeket az igényeket mi szem előtt tartjuk, fölmérjük, és természetesen úgy alakítjuk a közösség életét, hogy ezeket az igényeket beépítsük a mindennapjainkba. Úgyhogy azt kérem a szülőktől, hogy igenis látogassák, jöjjenek el, hozzák a közösségbe a gyermekeiket, készítsék föl őket arra, hogy a bölcsödébe, illetve az óvodában milyen közösség vár rájuk, és hogy ezekre a napokra is jöjjenek el, látogassák, hiszen azért dolgozunk, azért pályázunk, azért vannak ezek a projektjeink, hogy ilyen napokat tudjunk biztosítani a gyermekeknek. Kedves gyerekek, akkor én kívánok ragyogó napsütést, ami adva van, kívánok trambulint, adva van, kívánok jó szórakozást,
tartalmas kikapcsolódást is a szülőknek is. Kívánom azt, hogy a gyermekeik érezzék jól magukat. Még az idén, én úgy tudom, az intézményvezető tájékoztatás alapján, hogy még 2 ugyanilyen rendezvény lesz. Én szeretném, hogyha ezeket az időpontokat is fölírnák, és legalább ennyien, hanem többen részt vennénk ezeken a rendezvényeken. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vannak, köszönöm szépen a munkatársaimnak azt, hogy ilyen jól és tartalmasan előkészítették ezt a napot. Minden gyermeknek és szülőnek jó szórakozást kívánok a mai napra. A polgármesteri megnyitót követően Makra András népzenész, zenepedagógus tartott zenés táncos foglalkozást. 100 liba egy sorba, mennek a nagy tóra, elő megy a Dunája, érdekes ember, 100 liba egy sorba. A projekt első rendezvénye után szeptember hónapban is készült a gyerekház hasonló megmozdulással, amelyre a faluházban vártak minden kedves érdeklődőt. Szűcs Miklós és zenekarának fellépésével kezdődött, majd azt követően a faluház előtti téren a gyerekeket ugrálóvár várta. Színesítette az eseményt Olga Bohoz közreműködése, aki a gyerekeknek óriás buborékot fújt, illetve lufit is hajtogatott. Később az épületben a Léghajó Meseszínház tartott meseelőadást a résztvevő gyerekeknek. XXI. alkalommal tartottak sajt és gasztronómiai fesztivált Kisteleken. A település polgármesterét, Nagy Sándort kérdeztük a rendezvényről. Kisteleken idén is megrendezésre került a 2000-től minden évben megtartott gasztronómiai programsorozat. Újra gasztrofesztivál Kisteleken, sajt és gasztrofesztivál Kisteleken, mit is tudhatunk erről a rendezvényről? Hát elsősorban az, hogy újra szabad csinálnunk ilyet. Másodszorban az, hogy azért hiányzott már az, hogy egyébként sokan süssünk, főzzünk valamit, megkóstoljuk egymás ételét, és megtartsuk azt a szokást, amit hál' Istennek sok éve már Kisteleken csinálunk. Az is egy szokássá vált, hogy sokan eljönnek ilyenkor kiállítók. Ha valaki szétnéz, körbenéz, akár kint, akár bent, bizony sok olyan dolgot láthatunk, amit nem is gondoltunk, hogy egyáltalán ilyet valaki csinál. Milyen szép sajtok vannak, milyen szép édességek, és a többi, és a többi. De a lényeg szerintem, hogy még hál' Istennek itt Magyarországon és itt Kisteleken is megadatik az, hogy itt legalábbis kint egész nap találkozhassunk mindenféle szabadság megkötéssel. Este már a vacsora egy picit másabb, hiszen nem rendhagyó módon, sajnos ilyen rendezvényekre, beltéri rendezvényekre már csak úgy lehet bemenni, ha valami védettséggel rendelkezünk. Én azt gondolom, ezt megértjük, elfogadjuk, tiszteletbe tartjuk, de semmi akadályát nem láthatom annak, hogy akár a kistelekiek, akár a vendégeink itt ma jól érezzék magukat. A tavalyi csendesebb év után egy kicsit több rendezvény volt az idei évben. Áttekinthetjük, mik voltak ezek? A lényege talán, hogyha mondjuk augusztus 20, meg az előtti időszakot nézzük, akkor sorba itt lehetett látni, hogy ilyen koncert, másik koncert, kültéren, beltéren. Én azt érzékelem, én magamon is, hogy jól esik már egy kicsit emberek közt lenni, jól esik egy kicsit találkozni. Magam is elgondolkodtam, hogy ha hosszan tartana ez a bezártság, amikor akár a hivatalajtó, akár az ember igyekezett egyébként elszigetelni magát, nem mondom, hogy megszokta, de egy picit nem jó, hogy magába fordult kicsit a családja. Persze volt egy csomó haszna is, de hiányzik van erre a kis pezsgésre és erre a kis életre. Hallom, hogy a szálloda is telt házzal megy most a napokban, és itt jöttek vendégek, azt mondták, jó napot, azért jöttünk ám, mert máskor is voltunk itt, mikor gasztronómiai fesztivál volt, és megint megszerettük volna nézni.
Tehát akár messzebbről, akár itt a helyiek jó szívvel megmutatják, hogy mihez értenek, vagy csak egyszerűen az, hogy szeretnek egy kicsit együtt lenni és jól érzik magukat. Ezt keressük, és ezt kerestük minden ilyen rendezvénnyel is, és azt gondolom, hogy az is megtalálta az ő kis kedvére valót, aki ilyen típusú koncertet adott, vagy éppen Keresztes Ildikót, vagy éppen mást, de lényeg az, hogy ha lehetőséget akarjuk, meg szerintem igényünk van arra, hogy igen, ilyen találkozási lehetőséget biztosítson. Rendezvények tekintetében a jövőben mire számíthat a Kistelek? Én jövőre tudok olyanról, hogy meg akarjuk ünnepelni a bor ünnepét. Tehát kicsit Márton körül ott szerintem jó szívvel sütünk, főzünk, meg megkóstolnánk az új bort. Luca nap környékén is szeretnénk ünnepelni. Azt megelőzzen, ha a Jóisten segít, akkor lehet, hogy már föl tudjuk állítani a kis műjégpályát. A műjégpálya mellé úgy lehet lesz egy nagy edényembe egy kis forralt bort, egy kis teát lehet majd készíteni. Magyarul több olyan találkozási felületet szeretnénk, meg az adventet úgy ünnepelni, nem úgy, mint egy évvel ezelőtt, hogy valóban egyébként a jó érzés mellett egy lelki föltöltődéssel is párosuljunk, amikor gyertyát gyújtunk, eléneklünk valamit, esetleg imádkozunk, akkor a lelkünket ápoljuk. Amikor egyébként megiszunk egy jó pohár forrarbolt, remélhetőleg akkor ugye már normál téli időben, akkor egy jó baráttal beszélgetve közben az is jó lesz. Úgyhogy ezt várom, várom nagyon, és invitálok majd mindenkit. A sajtok mellett finom borokat is kóstolhattak a betérő vendégek. A gasztronómiai rendezvényen számos termelő mutatkozott be termékeivel. Látványkonyhák különleges fűszerezésű sajtok kápráztatták el az ínyenceket. De nem csak az ételekből és italokból volt bőséges a kínálat, Vince János népi fafaragó szobrait is megtekinthették a rendezvényre látogató vendégek. Hogy jött az életébe a fafaragás? Hát én már gyerekkoromban sokat pásztorkodtam, és akkor már bicskával, késsel, bugylival mi volt, faragtam, faricsáltam a jószágok mellett, és akkor nagyon szerettem, nagy türelmem volt hozzá, nagyon szerettem, az életemnek egy része, talán a hosszú élet titka is. És utána abba kellett hagynom, mert családot alapítottam, építettem házat, tehát nem volt időm rá. 2000-ben mentem nyugdíjba, és akkor megfogadtam, hogy hozzá fogok fát faragni, szobrokat. És elmentem faragótáborba, Szankra, tanultam Figura Laci bácsinál, Kiskunmajsát, Szombathelyi Árpádnál, Kisteleken, és akkor hát idáig jutottam vele. Úgyhogy 2015-ben összegyűjt annyi népiparművészeti szobor, Budapestre hordta a Főbudára, és akkor megkaptam a népiparművész címet. És erre nagyon büszke vagyok mai napig is, és nagyon sok meghívást kapok a megyébe, Dunapalotába, Budapeste országos kiállításon, díjat nyertem 2 évben, Vajdahunyadvárba egyszer nyertem egy országos díjat, tehát teljes megnyugvás adott az életünknek ez. Az eseményen minden korosztály számára összeválogatott programokkal találkozhattak a kikapcsolódni vágyók. A rendezvény megnyitója után délelőtt a Kipkop Gyerekház asztalainál várták a legkisebb vendégeket különféle kézműves tevékenységekkel, majd a ringató családi napközi szervezésében folytatódott a program. Eközben 11 órától a 7 mérföldes együttes kedveskedett műsorával a gyerekeknek. A színpadon ezután a Pengető Trió koncertjét tekinthették meg a résztvevők. A sort a Cuhári Táncműhely, a Kender Zenekar és a Bába Bokra néptánccsoport folytatta. Ezután ismét a gyerekek következtek, a Barboncás Társulat Tisza Virág című báb előadását tekinthették meg a legkisebbek. Tavaly majdnem megvert a Dunai Királylány, de amikor meglátta, hogy mekkorát tudott dobni, először megdermedt, aztán meg...
vacsora, a szakácspárbaj eredményhirdetése, valamint az ezután következő bál előtt, még a részhúros banda kíséretében a Fonó Néptánc együttes lépett fel. Kácsor Péter, a kisteleki polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesület elnöke kitüntetést kapott. Őt kérdeztük az elismerésről. Országos elismerésben részesült Kácsor Péter, a kisteleki polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről az elismerésről? Köszöntöm én is a Kistelek tévénézőit. Általában évente szokták ezt a díjakat kiadni, csak itt az elmúlt időszakban a pandémiás helyzet ezt némileg felborította. Most nyílt alkalom ennek az ünnepségnek a megrendezésére. Egyébként a Magyar Tűzoltó Szövetség rendezte ezt az ünnepséget, és hát az előzmény mindig az szokott lenni, hogy a tag szövetségek, tehát a megyei szövetségek tesznek ajánlást a díjazottakra, hiszen mégiscsak ők ismerik jobban az adott megyében tevékenykedő egyesületeket, hogy hol vannak olyan személyek, akik tagok, akik esetleg erre jogosultak lehetnek. Most is így volt ez, a megyei szövetség elnöke tett ajánlást, aztán majd azt az országos, tehát a Magyar Tűzoltó Szövetség elfogadta, és akkor így alakult ki a díjazottaknak a névsora, és ez alapján kaptam én meghívást erre az ünnepségre, aminek a parlament volt a helyszíne. Egyébként nem egyedül voltam a megyéből, hanem az ülési, illetve a Mártéi kollégám volt még ott. Kétféle díj, sőt többféle díj átadására is sor került, de ebből jellemzően kétféle volt az, ami így a munkáért, illetve a tűzvédelem terén tett elmúlt évek kimagasló munkavégzéséért járt. Ebből az egyik a Gróf Széchenyi Ödöndíj, a másik pedig a Szent Flórián díj, ezt az utóbbit kaptam én. Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy meg fogod kapni ezt az elismerést, és milyen érzés volt ott átvenni számodra, mit jelentett ez? Hát, ha egy szóval akarok válaszolni, akkor megtisztelő. Elsősorban a megtisztelőt azt a jelölésre értettem, amikor megtudtam, hogy rám esett a választás, és megtiszteltetésnek éreztem Pesten is átvenni, de ott már azért a hely szelleme is megérintett. Én nagyon szeretem a parlamentet, tudom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, nyilvánvalóan méltóan az ország egyik legszebb épülete, és ugye a vadászteremben volt maga az ünnepség. Aki járt már a parlamentben, azt tudja, hogy a vadásztermet úgy lehet megközelíteni, hogy a Szent Korona mellett el kell menni. És ezek a plusz pillanatok, meg plusz érzések így tényleg igazán ünnepélyessé tették az egészet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy mindig jó találkozni azokkal a kollégákkal, akikkel egyébként nagyon ritkán találkozik az ember, mert az ország más részein mások a jellemző akár problémák, én most csak ezeket mind a tűzvédelemre, illetve így az önkéntes tűzoltásra értem, és akkor ilyenkor kötetlenül jó eszmét cserélni, megbeszélni a tapasztalatokat, tervezek körülbelül több, csak egy példa, több hónapja tervezek már egy jövő év nyarán esedékes tűzoltótábort gyerekeknek, és teljesen véletlenül ilyen beszélgetésekbe csöppentem, ahol olyan kollégákkal beszéltem, akik már több alkalommal csináltak ilyet, eszmét cseréltünk, mi a tapasztalatuk, mik a jó programok, mik a jó elemek, amiket szeretnek a gyerekek, mit lehet könnyen megvalósítani, nem kell hozzá sok pénz, stb. Stb. Úgyhogy nekem ez egy nagyon jó élmény volt. Dobson Tibort egyébként is különösen nagyon tisztelem. Nem csak a korábbi hivatásos tűzoltó miatt, múltja miatt, hanem azért is, mert
nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy az önkéntes mozgalomnak legyen egy országos szervezete, és ugye ennek ő a vezetője. Úgyhogy mindezt egybevéve tényleg csak így nagyon komoly, meg már majdnem ilyen szuperlatívus jelzőkkel tudnám illetni az egész rendezvényt. Egy szóval tényleg megtisztelő volt, ünnepélyes volt, és nagyon jó érzés volt. Az elismerés az egész egyesületet érinti. Hogyha valaki csatlakozni szeretne, hogyan is teheti meg? Igen, természetesen. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy nem egy személyes hadseregről van szó, itt egy bajtársi közösségről van szó, együtt dolgozunk csapatmunkában. Mikor mennyien, attól függ, ugye, hogy milyen káresetről van szó. Úgyhogy valóban, tehát ezt az elismerést az egyesület kapta, az egyesületet én képviselem, én vettem át. Többen mondták, hogy de hát én vagyok a vezető, meg az irányító. Ez is igaz, de ha nem lennének a bajtársaim, akkor nem lennek itt vezetni és irányítani. Úgyhogy köszönöm ezúton is nekik ezt a munkát, az elmúlt évek komoly munkáját. A csatlakozás nem annyira bonyolult, mint amennyire sokan gondolják. Első lépés az egyesület felé egy jelentkezési szándék kinyilvánítása, tehát először ugye egyesületi tagnak kell lenni, hogyha valaki szeretne ezzel foglalkozni a jövőben. Ez a mi esetünkben úgy működik, hogy az egyesület közgyűlése szokta jóvá hagyni a csatlakozó tagok felvételi kérelmét. Ezt viszonylag gyorsan meg szoktuk oldani, mert elektronikusan a közösségi oldalunkon működik, tehát ez ilyen egy-két nap alatt általában az ilyen szavazásokat rövidre szoktuk zárni. Ha ez megvan, akkor ahhoz, hogy valaki önkéntes tűzoltó legyen, ahhoz egy 40 órás tanfolyamon kell részt vennie. Ezt a tanfolyamot a katasztrófavédelem szokta szervezni, megfelelő igény esetén, akár itt helyben is, tehát a kistereki ősön is, hogyha egy-két jelentkező van, és a környékből sincs több, tehát a környékbeli településekről, akkor ennek Szeged szokott lenni a helyszínen. A mi tagjaink között van olyan, aki Szegedre járt be mindig, és ott vizsgázott, a tagság nagy része azonban itt helyben. Az általában szombatonkénti 5 szombatot érintő 5x8 órás elfoglaltság, meg van elméleti, meg van gyakorlati része is. Ez az alapokra jó, a papírt megszerezni jó, ezzel már el lehet jönni majd velünk. De egyébként azt tudni kell, hogy minden egyes eszközhöz, amit használunk, legyen az csak a leggyakoribbakat mondjam, láncfűrész vagy éppen szivattyú, ahhoz mind külön vizsgát kell tenni. De ezek sem vészesek, ezek sem ördögtől valók, csak ezzel inkább azt akarom érzékeltetni, hogy ez azért kell egy több hónapos időszak, amíg ez összeáll és összejön. De ezekbe természetesen mindbe segítünk, ebből a szempontból is nagyon jó, hogy itt van helyben egy őrs, egy hivatásos katasztrófavédelmi őrs, mert ezek a folyamatok fel tudnak gyorsulni ezáltal. Úgyhogy akinek ilyen szándéka, elképzelése, vágya van, az keressen engem, és akkor a részleteket tudjuk pontosítani, meg tudjuk beszélni. 3 napos nyílt nappal készül a kisteleki kegyeleti témapark Mindenszentek alkalmából. Az erről szóló tájékoztatást láthatják. Mindenszentek alkalmából október 30-tól november 1-ig 3 napig ingyenesen látogatható a kisteleki néprajzi kegyeleti témapark. Minden nap 9-től este 7 óráig az Árpád utca 52 szám alatt tekinthetik meg az érdeklődők az országosan egyedülálló a Kárpát-medence temetkezési szokásait bemutató kegyeleti parkot. A néprajzi kegyeleti témaparkon belül bel- és kültéri kiállítás várja a kedves látogatókat. A belső kiállító és interaktív bemutató térben a temetkezési szokásokat ismerhetik meg az ideérkezők, míg a szabadtéri kiállításon a történelmi Magyarország méretarányos kicsinyített területét bejárva az egyes tájegységekre jellemző sírjel típusokat tekinthetik meg.